Magyar történészek csak feljegyzéseket készítettek el a 15., 16., 17. században igazából, és ezek a feljegyzések nem volt, hát szinte valamennyi pejoratív volt, tehát inkább azokat jegyezték fel, ahol történtek valamilyen bűnözési formák. Ezeket jegyezték fel, és szinte csak ezekkel lehet találkozni. Pozitív oldalról nemigen említették meg a cigányokat. Valójában karriert elérő cigány embert egyet tudnék említeni, Lipai Balázs, akinek a karrierje magas szintre emelkedett annak idején. Ugye ő egy ezredet vezetett, katonasereget, és azóta csak a 20. században élő cigány emberekről tudok, akik elértek szép eredményeket, és ezeket is igazából csak a kulturális oldalról ismerem, ugye, mint írókat és költőket. 30 éves koromig az otthoniak voltak nekem a példaképeim, a szüleim. Apukámmal jártunk faluról falura, vittük az áruikat. Apám, amit csinált, kovács mestersége volt, és ugye csinált fúrót, csinált szöget, patkolt, stb. Én láttam azt, hogy amerre mentünk, békeség volt. Örültek, amikor megjelentünk valahol, szinte vártak minket, várták azt a tárgyat, amire szükségük volt, és jó kapcsolat volt nem csak az én családommal, ez akkor azt jellemezte, arra emlékszem vissza, hogy jó kapcsolat volt a cigányoknak és a magyaroknak egy. Nekem ők voltak a példaképeim akkor, és majd 30 éves koromban feljöttem Budapestre, és akkor már egy kicsit megfordult ez az emlékezés. Egy új útra tértem én is az irodalom irányában, és itt találkoztam olyan emberekkel, akikre büszkén mondhatom, hogy a mai napig is a példaképeim. Lakatos Menyhért, Csoli Daróczi József, Béli Tamás, Kovács József, és sorolhatnám, nagyon sokan, fiatal, az akkori fiatalok példaképemé váltak, mert egy olyan ügyet képviseltek, ami aztán engem is megfogott és megváltoztatott. Nagyon fontos szerepe van az identitás megerősítésében a család. A családnak van legnagyobb szerepe. Nálunk, mivel én egy tradicionális cigány családban nőttem fel, ahol beszélik a nyelvet, ott sokkal erősebb volt az összetartás, és erősebb volt az identitás is, mert amikor én például 1959-ben felmentem iskolába, alig tudtam magyarul, csak cigányul beszéltem. Az identitás nem akadályozhatja meg a fejlődést, hanem az identitás érzelmi szálakon erősíti meg az embereket. A fejlődésnek, tehát tanulni kéne a cigány gyerekeknek, és ez abszolút nem akadályozhatja meg a fejlődést, ha valaki identitásában megerősödik. Én azt mondom az iskolában a gyerekeknek, hogy mind a két kultúrát magas fokon kell megtanulni és képviselni. Tehát ugyanúgy ismerjék meg a cigány kultúrát is, és a magyar kultúrát is. Egyik sem kisebb a másiknál. Magyarországon élünk, mind a két identitást idézőjelben, mind a két kultúrát helyesebben kell tudni. Részemről például, ha nem tanultam volna meg magyarul beszélni, lehet, hogy nem lettem volna költő vagy író. Nagyon szép a magyar nyelv, és ez segített abban, hogy a cigány érzéseimet
át tudjam vinni a magyar irodalomba. Ma is vallom, hogy egyetlen egy lehetősége van a cigányságnak, idézőjelben mondom, hogy lehetősége, ha kulturális oldalról közelítünk egymáshoz, mert a mostani, ami most van jelen pillanatban, ez a politizálás, hogy mindenki szinte belekapcsolódik, a cigány értelmiségiekről beszélek, belekapcsolódik a politikába, ez nem vezet sehova, eddig se vezetett, imáron 25 éve, tehát rendszerváltozástól kezdve, amikor ugye mindenki szinte a politikával foglalkozott, ez aztán kinyírta ezt a közösséget, ami összetartotta a cigányságot. Én azt gondolom, hogy nekünk is, cigányoknak nagyon sokat kéne változni. Hát, de most az a jellemző, hogy ha én cigány emberként olyan helyzetbe szeretnék kerülni, ami az én életemet megkönnyíti, ahhoz kell befogadó. Tehát én hiába próbálok bármit csinálni, ha nincs befogadás. Tehát itt azért már az lehet látni, hogy Magyarországon sajnos nincs befogadás. Bármilyen lehet egy cigány ember ma már, azért mondtam a példát, hogy akkor nem így volt, ma nincs befogadás. Párbeszéd. Ez egy ideig megvolt az emberek között, mégpedig a múlt rendszerben, a rendszerváltozás előtt, mert tudtak együtt dolgozni gyárakban, TSZ-ekben, sok helyen együtt tudtak dolgozni, cigány, nem cigány. Most már nem tudnak együtt dolgozni, most már a fiatalok, az új generációk nem ismerik meg egymást a cigányokkal, nincs ahol megismerjék egymást. 1970-es évek elején első emberként hozott létre Csoli Daróczi József cigány klubot. És ebben a klubban akkor az akkori fiatalok részt vettek, nagyon sokan. Ez a klub mindenre adott lehetőséget, hogy közösségteremtésre, és akár ünneplésre, és akár ha meghalt valaki, akkor ott viraszthattak a cigányok. Tehát ez egy óriási nagy közösségteremtés volt, a klubok létrehozása. Sajnos ma már ez sincs. Akkor lehetőségünk volt olyan emberekkel, nem cigány emberekkel is találkozni, magyar emberekkel, akik szívesen részt vettek a klub kulturális életében. Színészek, énekesek, táncosok, és ez egy óriási nagy kapcsolatot teremtett a cigányság és a magyarsággal együtt. Budapesten tanultam meg azt, hogy ezektől az emberektől, akiket említettem, ezektől tanultam meg, hogy dolgozhassam a cigány ügyben. Úgyhogy ahol tudok, segítsek a cigányokon. És én úgy tudtam segíteni, hogy egy újságnak lettem a munkatársa. És a problémákat ott hoztam felszínre tulajdonképpen. Így tudtam orvosolni a cigányokat, így tudtam segíteni. Emlékeztetni kell a fiatalokat arra, hogy ne kerüljenek abba a helyzetbe, amiben az én korosztályom is volt, hát, és meg kell velük értetni, hogy abból a helyzetből, hogy oda-vissza ne kerüljenek, és olyan életbe ne kerüljenek, ehhez viszont tanulni kell, és csak ez az egyetlen út, a tanulás, hogy kivegye, ne kerüljenek, ne jussanak oda-vissza. Habár történt egy óriási nagy változás, rendszerváltozás után, amit elértek a
cigányok egy kicsit jobb helyzetbe kerültek, most visszasüllyednek oda. Nyis ajtót! Nyis ajtót, ha kopogok. Ne félj a gyulladásos múltamtól. Megkaptam minden szérumot a sorstól, hogy szóljak, lássak, eszméljek. Nem úgy, mint hajdan Mária Terézia düllőin, amikor a magunk üllőin kalapálták meg halálunkat, vagy ha nem, metszették nyelvünket. Nem volt édes, mint az arisztokrata kényes magyarja. Nyis ajtót, ha kopogok, már nem szorongok itt a küszöbödön, Európa anya.